Sok szeretettel köszöntjük a Hatos csatorna televízió nézőit, önök a Vallás és Kultúra című műsort látják. Tisztelettel köszöntöm stúdió vendégünket, Cserbik Jánost. Szeretettel köszöntöm én is a kedves János, nézőket. Én úgy tudom, hogy te Valdes szakértő vagy, különösen így földrajzi vonatkozásban többször végigjártad azt a nagyon híres Valdes völgyet, ami ott Olaszország és Svájc között húzódik, ami a Valdesneknek egy ilyen történelmi emlékhelyé, zarándokhelyévé is előlépett. Mielőtt erről beszélnénk, egy kicsit foglaljuk össze, kik is voltak a valdensek? Hát ugye egy kis népcsoportról van szó, akik azért egy kis vallási csoport is. A 12. századból vezetik általában a történészek vissza az ő gyökereiket. Ugye Valdó Péter a lyoni szegény mozgalmával, ami egy megrendítő történet, ugye Valdó Péter története. Ő egyfajta ébredést kezdett el munkálni, egy vallási ébredést a határ túloldalán, tehát francia területeken. Igazán ez a Valdens völgyek többes szám, ugye hogy több völgy fonódik itt össze, egy ilyen természetes erődrendszert alkott így földrajzilag ez a vidék, ahol ők meghúzódtak, és az a határ innenső oldalán, tehát nyugaton Franciaország és ugye keleti oldalon ennek az Alpok vonulatnak, a Kotti Alpoknak az olasz területek vannak, inkább az olasz területen volt, itáliai területen voltak a valdensek. Ők ugye egy rendkívül egyszerű kis mozgalom volt, népcsoport volt, bár a missziójuk egész Európát behálózta, tehát Magyarországon is jelen voltak, Sopron környékén van ennek nyoma, az inkvizíció nem sok nyomot hagyott egyébként. De gyakorlatilag ők ott éltek, az eredetüket a saját irataikban, hagyományaik szerint egészen a kora középkorig visszavezetik egyébként, tehát 6. századig, hogy ugye Róma elől akkor kellett a sajátos hitük miatt, ami egyébként nem volt olyan sajátos, tehát ők azt mondták, hogy sokféle keresztény hagyomány helyett vegyük alapnak azt, hogy hegyi beszéd és 10 parancsolat. Tehát boldogmondások, 10 parancsolat, a hegyi beszéd egy bővített boldogmondások és 10 parancsolat, magyarázat gyakorlatilag. És ők azt mondták, hogy hitvallás helyett legyen ez az életünknek a mércéje, hogy e szerint élni, a 10 parancsolat alapján és a krisztusi boldogmondások szerint élni, egy egyszerű hitéletet. És magát a Bibliát is rendkívül nagyra tartották, igen. Nyilván itt a középkornak ebben az időszakában nem úgy volt, hogy bemegyünk a boltba és vásárolunk, és megkérdezik, hogy Károli vagy új fordítású Bibliát szeretnénk, vagy egy katolikus, vagy egy egyszerű fordítást. Hát bizony nem. Hanem egyszerűen betanulták. Család, és akkor itt nyilván egy nagy családra kell gondolni, igen. Különböző tagjai. Könyveket tanultak meg, igen. Megtanultak fejből, igen. Így van. Illetve másolták, tehát ez volt, igen. A másik, hogy ugye, ha itt lementjük, akkor az bármikor elővehető, és persze a másolásnál azért nem a fejből használták alapként, hanem azért ott a meglévő írásokat, de tény, hogy másolatokat készítettek, és mivel a missziójuk során is nagy területeket mozogtak be, tehát egész Bulgáriáig eljutottak mondjuk erre kelet-délkeleti irányba, tehát egész Európában jelen voltak, ezt a helyi Tórepelicsei Valdens Múzeumban egy nagy térképen is ábrázolják, hogy a missziós utazások során kereskedőként jártak. Én azt hiszem, hogy alapjában egy misszionárusok voltak, akik kereskedésből tartották fenn magukat. Kelmével, ékszerekkel kereskedtek, mindig a minőség jellemezte őket, de mindig mondták, hogy van olyan kincsünk is, ami nem fejezhető ki értékben, aranyban, és aztán az evangéliumra utaltak, és ha valaki erre nyitott volt, ugye óvatosnak kellett lenniük, hogy ne az inkvizícióba botoljanak, ha erre nyitott volt, akkor elővettek másolatokat, szentírás másolatokat. Annyira jelentős volt az ő vallás és súlyuk, vagy politikai megítélésük, hogy az inkvizíció egyből lecsapott rájuk, tehát veszélyesek voltak ők a középkori katolikus egyháznak az erős bástyájára? Inkább zavaró tényező voltak, nem akartak azok lenni, de a maguk kis szelíd hajthatatlanságával, mert rendkívül békeszeretőek voltak. Tehát ők az a fajta vallási radikalizmus azért, ami itt-ott különböző vallási csoportoknál megjelenik, és sajnos rossz szájízt ad a tevékenységüknek is, a valdensekre nem volt jellemző. Ők tényleg szelidek volt, tehát ez a boldogmondások alap, ez nagyon erős alap volt nekik, viszont hajthatatlanul és kitartóan és buzgón mentek, és nem riadtak meg semmitől. Ugye ez a Göncz Árpád köztársasági elnökünknek a Sarusok című kis, igen. Regénye örökíti ezt meg nagyon érdekesen. Tehát talán ez volt a leginkább zavaró az ő ténykedésükben.
ezért nagyon érdekes az útvonal is, ami az idei túrámnak volt az útvonala, hogy amikor őket száműzik 1689-ben 14. Lajos, száműzi őket börtönből kiengedett maradék 1-2000 főnyi valdens népességet az országból, akkor ők nyilván Svájc felé mennek, de hát ott 3 év kantonokban való eltöltött élet után azt mondják, hogy menjünk haza az atyáink földjére, és akkor Svájcból valamikor augusztus tájékán még a jó időben hazaindul 800-900 férfi, és azért ez 300 kilométer az Alpokon keresztül, tehát a Mont Blanc meg kell kerülni, és gyakorlatilag így jutottak haza, és hát nem úgy, hogy az ember kirándul, mint ahogy igen, nekem idén megadatott, hogy hazagyalogoltam Genfből Torinóba, hanem hát ő nekik azért a zsoldosok, akik rájuk vártak a különböző völgyekben, a nehézségek, tehát ők csaták árán jutottak haza, és foglalhatták vissza a maguk földjét, és jutottak így újra az örökségükhöz, ahol aztán újabb kíméletlen évszázadok vártak rájuk. Ez a dicsőséges visszatérés, az úgynevezett glorious return, ahogyan ők haza mennek, és amin nekik, hát egy keresztény szemmel én azt mondanám, hittem szerint is, hogy a hazafelé út, tehát hogy jövevények és vándorok vagyunk, egy szebb haza vár ránk, amit az Isten készített nekünk. Ők így tekintettek földi értelemben erre a földi honukra, egyébként adventvárok voltak. Ők mindenféleképpen akkor egy előprotestáns szervezetnek tekinthető, ha jól gondolom. Igen, egy kis közösségnek. A mai napig is vannak valdensek, ha nagyon kis létszámban, de létezik ez a közösség, még úgy tudom. Igen. Olaszországban a legnagyobb a létszáma, tehát ott kb. 25-30 ezres létszámot tartanak nyilván. Nagyon aranyosak, nagyon kedvesek. Mi rendszeresen találkozunk velük ott a völgyekben. A zsinatjukat szeptember elején tartják a régi-régi 1532-es sanforani zsinat emlékére, amikor is például a saját biblia fordításról döntöttek, és egy új francia nyelvű valdens biblia született, ami egyedülálló a maga nemében. Tehát olyankor szoktunk találkozni velük, illetve Argentinában, Uruguayban vannak még közösségeik. Nyilván oda kimenekültek, és aztán ott valami oknál fogva ott ragadtak. Érdekes története van. Tehát akkor néhány tízezer fő valdenssel számolhatunk, hogy ezek megvannak, és vannak templomaik, iskoláik, gondolom általános iskoláik, óvodáik, és így élnek fönt. Nagyon sok érdekes. Az iskolarendszerük egy külön történet egyébként. Nagyon korán, nagyon szép iskolarendszert hoztak létre fent a hegyi falvakban, kis iskolák, 150 volt ott, egy nagyon pici területen. Nagyon odafigyeltek az oktatásra. Nagyon odafigyeltek arra is, hogy mindenféleképpen kiírtsák, és egyszerűen le akarták őket radírozni, és gyakorlatilag fegyverrel, tűzzel, vassal pusztították őket, de mégis mindig egy maradék túlélte. Én azt hiszem, hogy a valdensek élete jól jelképezi azt, hogy a gondviselés azért mindig megőrzi azokat az embereket, vagy egy részét, akik az Istent keresik. Ők ezt mindig is így fogták fel, amikor ez a glorious return, például a dicsőséges hazatérés, visszatérés, útvonalán eljutottam Praliba, ami már egy itáliai területen lévő, egy első kisebb város, ahol nekik templomuk volt az előzetés előtti korban. Eljutottam Praliban, akkor ott az új templom, ami emlékhely, álltam és olvastam magamban a valdensek történetének azt a részét, hogy megérkeznek ide a visszatérők, ugye az 1689-es évben, és amikor megérkeznek, akkor ott a híres vezérük Henri Arnault megáll, és azt mondja, tegyétek le a fegyvereket a templom bejáratánál, gyertek be, és a zsoltárokból, két gyönyörű zsoltárból tart egy emlékezetes istentiszteletet, és azt mondja, hogy Isten minket az évszázadok során számtalanszor tűzbe visz, vízbe beleengedett, de biztos vagyok benne, és erősítsük meg a kezeinket, hogy akármilyen nehézség is lesz, most újra birtokba vesszük a földet, mert ezt tőle kaptuk. Tehát ez nagyon érdekes, hogy mennyire ott volt. Egyébként nem egy földi Isten országában hittek. Mintha az ószövetségi Izraelnek inkarnálódna egy kis népcsoportba, egy kis közösségben a jelene. Igen, hát ez az ószövetségi hangsúlyosság, ez náluk egyébként megvolt, tehát becsülték, szerették, tisztelték az ószövetséget, ezért is egyébként. És akkor gyakorlatilag így térnek haza, így foglalják el, embertelen körülmények
a maga az út egyébként. Most, hogy ezt így végigjártam, tehát Genfből ugye 11... Ez hány kilométer? Ez 300 kilométer. Én annyit csaltam, hogy az első 60 kilométert, hogy a hegyeket elérjem. Igen. A családom ne túl sokat várjon itthon rám aggódva, igen, ezért busszal oda mentem, csak onnan 230 kilométer, 230-240 kilométer volt, ez egy 10 nap körülbelül, de 11 ezer méter szintkülönbség, tehát minden nap egy-kettő volt, hogy három hágó várt az emberre, és nyilván egy hátizsákkal, sátorral, konyha, minden ott benne, igen, a zsákodban, ahogy mész. A legszükségesebbek. Igen, és akkor hol itt, hol ott versz sátrat, és gyakorlatilag ezt, hogy járod végig, és mész azokon az ösvényeken, mert hogy ezek pontosan ugyanazok az ösvények, tehát a 3-4 ezer méteren nem sok ösvényt tapos az ember. Igen. Mész, és nézed a hegyeket, és úgy közben olvasod a Waldensek történetét, ennek az útnak is megvan a története, hogy hol, mi fogadta őket, melyik város, melyik falu, melyik völgyben, hogyan fogadták őket, általában sehol nem ünnepléssel, hanem harccal, csatával. Tehát, hogy mennek haza, fáradnak, fogynak, de mennek, mert tudják, hogy az Isten velük lesz. Tehát ez rendkívül érdekes és óriási élmény, lelki élménynek is nagy élmény volt. Akkor még egyszer átélted ezeknek a történelmi mélységeit és magasságait, és azt hiszem, hogy illik emléket állítanunk a Waldenseknek a mai 21. században is. Feltétlen. Egyrészt, mint lelki példaképek, másrészt pedig a Szentírás iránt, és a Szentírás Istene iránt való, az örökké való Atya iránt való szeretetük. Tehát ez egy rendkívül kedves. És azok a körülmények, úgy tudom, hogy rendkívül havas körülmények között hadsereg várta őket, és mindenféleképpen el akarták őket pusztítani. Tudnál erről is egy szót szólni? Megérkeztem Szálbetran nevű településre, egy pici kis hegyi ösvényen keresztül, ami a leírás szerint ugyanaz volt, tehát megint csak ez a helyzet, és elképzeltem a történetüket, ahogyan egy hegyi paraszt vezette őket ezen az ösvényen, akit megkérdeztek, hogy itt a közeli városban, Szálbetranban lesz-e nekik szállás, élelmiszer, utánpótlás, és mondta, persze, jöjjenek, csak ott majd mindent megkapnak, amit csak szeretnének, de sajnos csapdába vezette őket. Megérkeztek Szálbetranba, ahol a folyó ment keresztül a városon, egy hidat találtak, és látták, hogy a híd körül, ugye esti fény van, 2500 francia dragonyos várt rájuk. Na most jössz lefele egy 3000-es hegyről, nem fogsz visszaszaladni, nem tudsz mit csinálni. Jöttek 800-an, 2500 dragonyos, nem volt mit tenni, lendületből nekiugrottak a dragonyosoknak. Ők is veszítettek 20 ember, de elűzték ezeket a francia zsoldosokat. És gyakorlatilag ők nem szerették a csatát, de az önvédelem érvével valahogy újra és újra belekényszerültek ezekbe a helyzetekbe. Évszázadokon keresztül nézték, hogy mészárolják őket, 30-40 évente újabb és újabb írtó hadjáratokat indított ellenük a savoyai herceg, ugye a római aktuális pápa megbízásából. Tehát ilyenfajta helyzetek, sétálok le ott ugye Szálbetranba, a kis hátizsákommal, nagyon éhes voltam, elfogytak a vízkészleteim, és valahogy úgy voltam, Istenem, micsoda különbség azért az én helyzetem, nem? Mindjárt előveszem a kis kempinggázt. Nem várnak ott a francia dragonyosok. Hogyne, kis kempinggázt előveszem, főzök egy jó kis, nem tudom, mint teriyaki tésztalevest, vagy valamit, ami épp a zsákomba volt még. De micsoda más, micsoda megrendítő, hogy emberek az Istenért, a hitükért, a Szentírásért mit megtettek, vagy ami gyakran eszembe jutott, hogy amikor otthon voltak Tóra Pelicsében, és valaki mondta, hogy hát valaki szaladjon már el Genfbe a reformátoroktól, kérjünk Bibliát, meg tanítókat, ugye ez szaladjunk már el, hát igen, most itt a leugrunk, ugye itt, igen, a Szondi utcában, igen, egy ebédre, szaladjunk már el, és akkor én végignéztem, hogy az elszaladni ezt jelentett, hogy 2 hétig fent a hegyekben mész, és nem tudod, hogy mikor kapnak el, de kéne egy Biblia, valaki ugorjon már el Genfbe egy Bibliáért, szóval ezek ilyen érdekes párhuzamok. Fantasztikus, és mi lett a Biblia fordításokkal? A Biblia fordításból ma is van fennmaradó példány? Hát ez a mondanám, hogy a híres Pierre Robert Olivetán Biblia fordítás, de nem híres. Tehát Olivetánról, például a szerzőről, aki Kálvin János unokatestvére volt, uh-huh, Olivetánról semmit nem tudunk, még egy kép sem, egy ábrázolás sem maradt fenn róla. Ő eltűnt, elveszett, azonban a Biblia fordítása valami olyasmi, mint nekünk a Károlyi, uh-huh, vagy az angoloknak a King James. Tehát úgy olyan mélyen, vagy mondjuk az angoloknak, hogy a King James előtt azért volt ott még a William Tyndale félre fordítás, Tyndale, ami igen, King Jamesnek is, hát ugye 80%-ban az alapja. De nem mondjuk nekünk a Károlyi, ez igaz az Olivetán fordításra.
Tehát ez a francia nyelvi fordítás egy úttörő és egy alapfordítás a későbbi, akár a mai még 20. század elejé francia bibliáknál is alap. Tehát ilyen hatalmas munkát végzett az egyszerű kis francia ember, egyszerű kis franciát, a Hébert olyan szinten beszélt, hogy szégyelte, azt mondja, hát ha a görögöm is olyan jó lenne, mint a Héberem, hát akkor vállalnám a teljes Bibliát, ha persze rábeszélték az egészre, a Héber volt az erőssége. Uh-huh. Szóval Olivetán egy... Rendes ember volt. nem bevágódni akarok, Imre, de ritkaság volt azért abban az időben, hogy valaki olyan igényességgel összeszedett olyan anyagot az 1530-as években, a gyakorlatilag a görög-keleti egyházból 1453 Konstantinápoly bukása után jövő tudósok, bölcsek hozzák ehhez az alapanyagot, a görög anyagot, a görög háttért Itáliából, ugye a zsidóság üldözött, spanyol zsidóság üldözött, tehát összeszedik ezeknek a tudósoknak a szakkönyveit, szótárait, és ebből lesz az olivetáni francia bibliafordítás, ugye gyakorlatilag ő is alapszövegeket, tehát Héber szöveget használ az Ószövetségben, ez nagyon ritka az ő korában. Így van, nem a latinból, hanem vulgatából. Így van, és ezért van a Sanforani zsinat 1532, amikor mondjuk szeptemberben vannak a zsinati alkalmak ennek a hagyományára, amikor megszavazza a valdens közösség, megszavazza, összedobják ennek a költségét, mert a nyomtatás viszont Svájcban történik. Olivetán eljön a völgyekbe, itt fordít egy kis kunyhóba, de a nyomtatás Svájcban kell eszközölni, és így jut majd vissza a francia biblia gyakorlatilag ide a valdenseknek. Tehát hát a biblia történet az fantasztikus. Akkor ők kizárólag franciául beszéltek. Maguk között egy ilyen érdekes, egy ilyen okticán nyelvet beszéltek. Tehát ez egy sajátos nyelv volt. Ez a fordítás viszont francia fordítás lesz. Tehát volt egy hegyi, ami valószínű, hogy rokon, én már ehhez ennyire nem értek. Tehát rokon lehet itt ezzel az itáliai, francia nyelvcsaláddal. Tehát volt egy hegyi nyelv, de ők francia fordítást akartak. Ezért volt ez nagy kincs. Mikor lettek ők rehabilitálva? Meddig tartott az üldözés? Hát ők csak a második világháború utáni időktől le voltak igazán szabadok. Hát még a 18.-19. században is erővel elviszik a gyerekeiket, felűzik a valdenseket a hegyekre, ezek a gettók, hogy 1500 méter felett kellett élni az életüket. A gyerekeiket leviszik a városokban lévő iskolákban, és katolizálják őket. A szülők csak akkor kaphatják vissza, ők is katolizálnak. Tehát ezek nagyon durva idők. Őnekik a 20. század második felétől van saját vallásgyakorlásuk, szabad vallásgyakorlásuk. Tehát ez fájdalmas. Ez egy hihetetlen történet. És mégis túlélték ezeket a legnehezebb időszakokat, igen, és mégis kitartottak. Az ő létszámuk stagnál, növekszik, csökken, mit lehet tudni? 50-60 éves. Egy ilyen stagnálás van. Amikor a hegyekben járok ott, akkor nagyon sok olyan személlyel találkozom, hogy két nyelvűek azon a vidéken. Ez Itália, de franciát ugyanúgy beszélik. És amikor találkozunk velük, akkor azért ott sokszor találkozom fiatal párokkal is, akik mondják, hogy mi valdensek vagyunk. Uh-huh. Tehát büszkék rá. Érzik azt a, igen, azt a tradíciót. Most, ahogy túráztam, megérkeztem itáliai területre, mentem le egy magas hágóról, találkoztam egy edzésen lévő távfutóval, aki éppen egy 150 kilométeres versenyre készül. Beszélgettünk egy kicsit, és mondta, hogy ő római katolikus, a feleségével együtt, de itt él a hegyekben, Tore Pelicében, a valdensek fővárosa, és az az igazság, hogy neki annyira tetszik ez a hit, ez az egyszerű gyakorlati protestantizmus, hogy a most született kislányukat már valdensnek fogják keresztelni. Hmm. Nagyon érdekes, egy mai modern, mondanám inkább posztmodern, tehát egy mai fiatal pár azt mondja, hogy annyira élő ez az egész, hogy ők a kicsi lányt már valdensnek fogják keresztelni. És úgy tudom, hogy teológusok is vannak közülük. Hát és a Paolo Ricca, ugye a legnagyobb, 20. századi legnagyobb, nem tudom, még éle, nekem egy pár éve még volt egy római címem, de nem jutottam el, hogy megkeressem őt. Ez egy fantasztikus könyve, ugye magyar nyelvre egy kis füzetformán jelent meg, nekem is megvan. A páposság, mint ökumenikus probléma. Hihetetlen igényes és mély gondolkodású igei teológia, amit képvisel. És gyakorlatilag templomaik minden
létezik funkcionál Léteznek iskoláik, nagyon kedves templomaik. Én azért szeretem a templomaikat, mert amikor járom a hegyeket, a kulcs mindig vagy a lábtörlő alatt van, vagy a szomszédban, és ha oda megyek, hogy szeretnék bemenni, nem kérdezik, hogy ki vagyok, meg miért. Meg mit akarsz? Itt van. Tehát, akkor a szekularizáció azt hiszem azért nem érintette őket olyan mélyen, mint ahogy bennünket egy nagy világvárosban. Azért ma az internet világában én erre már nem tudnék biztosat mondani, őrzik a hagyományaikat, igen, szeretik a hagyományaikat, a Biblia központúságot is. Milyen ellenmondásos helyzet, 2017-ben Ferenc pápa meglátogatta őket. Úgy képzeljük el, hogy több mint 1000 éves történelmük során, ha a Valdó Péter előtti ősiséget vesszük, akkor először történt, hogy egy római egyház fő elment, és nem csapatokat küldött maga helyett. Érdekes beszélgetésem is volt egy teológussal, hogy milyen ennek az értékelése közöttük, de nagyon érdekes volt, hogy fogadták, és egy Olivetán Bibliát adtak neki ajándékba. Ez egy finom gesztus, nem? És finom utalás. Hogy ezt ne felejts el. Az európai vallásosság, főként a protestáns vallásosság, mennyire ismeri a valdenseket, mennyire fogadja el, mennyire jelennek meg valdensekkel kapcsolatos cikkek, publikációk, tudományos igénnyel? Nem sok van. Nem. Például most Magyarországon éppen megjelent egy kötet ezzel kapcsolatban, talán szakdolgozat vagy valami diplomamunka lehetett, értekes, értékes, hiánypótló. Általában a valdenseknek a rajongó tábora az ismeretlenségük miatt nem túl nagy. Uh-huh. Én is ezt promotálom egyébként, igen, szóval azt gondolom, hogy nagyon értékes történet. Vagy hát Ellen White Nagy Küzdelem című könyvének A Valdensek című én fejezete. Amire ott azt mondta nekem a kedves múzeumi egyik tárlatvezető barátom Giovanni, hogy senki nem írt olyan szépen a valdensekről, mint Ellen White. Szóval gyorsan mondjuk el, hogy Ellen White egy olyan vallásos írónő volt, adventista, aki a legtermékenyebb írónő ma is vallási vonatkozásban, 1827-től 1915-ig élt. Igen. Na most ez azért érdekes, mert hogy nincsen nagy irodalmuk, pedig szerintem többet érdemelnének. Igen. Tehát nagyon nagy példa, és azért az európai történelemben egy kis vallási közösség, szélsőségek nélkül, tehát a maga szenvedés történetét, szóval ilyen nem sok van. A maga passió történetét és feldolgozza. És talpon maradtak. Tehát egyedülálló. Cserbik János, köszönöm a beszélgetést. Nagyon köszönöm a lehetőséget. És Isten áldjon meg ebben a ténykedésedben és utazásaidban, hogy minél több információt gyűjts össze, ami valdens testvéreinkről. Köszönöm szépen. Megköszönjük a nézők megtisztelő figyelmét, elköszönöm önöktől, a Vallás és Kultúra című műsort látták. Isten áldja önöket, viszontlátásra!